általában véve úgy nagyjából azt lehet mondani, hogy 2,5 liter az, amit kibocsátunk, és 2,5 litert jó, ha be is viszünk. Július közepéhez érve ezen a héten sem számíthatunk lehűlésre. A forróság megterhelő lehet a szervezet számára. Mindenkinek oda kell figyelni a megfelelő folyadékfogyasztásra, ez a legelső, ugye a helyes napozásra, illetve bizonyos kóros állapotok esetén, hogy hogyan lehet azokat kezelni. A nagy melegben sokan használnak klímát, azonban fontos, hogy ezt megfelelő hőmérsékletre állítsuk be. Na, általában a klímát nem ellenzem egyáltalán, sőt, hát ebben a forróságban szerintem ez szükséges is, úgy a beltéri, mint az autóklíma. Szokták is kérdezni a betegek, hogy a klímázzanak-e az autóba, vagy inkább húzzák le az ablakot. Szerintem a megfelelően beállított klíma jobb, mint hogyha húzatban ülnek esetleg. Meg a meleg levegő amúgy se hűsít egyáltalában. A hőségben a vezetés is baleset veszélyesebb lehet. Egyrészt az embernek ilyenkor, főképpen a nőknek általában a vérnyomásuk egy kicsit hajlamos lejjebb esni, amit fokoz az, hogy nem iszunk eleget, mert a folyadékpótlással tudjuk a vérnyomást emelni. Tehát a megfelelő folyadékpótlás gyerekeknél, időseknél fel kell hívni a figyelmet. És ugye, hogyha nem iszunk eleget, esetleg még ennek következtében megfájdul a fejünk is, akkor meg eleve egy ilyen nyomott, álmos hangulat van rajtunk, akkor biztos, hogy nehezebb a vezetésre koncentrálni. A nyári hónapokban sokan előszeretettel látogatják a strandokat, hogy víz közelben vészeljék át a kánikulát. Aránylag jól bírjuk a meleget, ez a szerencse. Most meg itt vannak az unokák, most meg kijöttünk a strandra. Sokat iszunk vizet, meg kerüljük a napot, megpróbáljuk. Itt a strandon nagyon-nagyon meleg van ma. 30 faktoros krémmel kenjük magunkat, meg sok vizet iszunk. Tehát ez szerintem ilyen alapvető dolog. A déli órákban ajánlott kerülni a napozást. Aki a strandot választja, annak fontos lehűtenie magát, mielőtt vízbe megy, felhevült testtel nem szabad vízbe ugrani.